A környező falvakból, Hajósról, Nemesnádudvarról és Vaskútról származnak zömében azok a tárgyak, melyek szépen összegyűjtve tematikusan mutatják be a sváb elődök életét, mindennapjait, ünnepeit és szokásait Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja két múzeum szobájában. Az ide belépő tanulók időutazáson vehetnek részt. Olyan tárgyi emlékek, amik nagyon jól kiegészítik a népismeret órákon tanultakat, például a német népviseletek, ezen belül is, hogy a népviseleteknek melyik részét készítették maguk, hiszen nagyon önellátóak voltak a svábok, melyik azok a ruhadarabok, amiket úgy vásároltak, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok mindent hol vásároltak, ugye régen a vásár volt az éves nagy bevásárlásnak a szintere, vagy éppen, hogy milyen imakönyv, az egyik vitrínben imakönyvek, a vallási életükhöz kötődő tárgyi emlékeket tudunk bemutatni, ahol például olyan feladatokat szoktak kapni, hogy gótbetűvel írt Bibliából, olvass el két mondatot, próbáld megérteni, próbáld lefordítani, vagy régi iratok, régi pénzek, a korona idejéből, vagy éppen a pengő dolgait elmeséljük nekik, illetve nagyon sok olyan más régi dolog, ami hát egy kis időutazás nekik, hogy mondjuk a nagymamáink idejében hogyan lehetett vasalni olyan vasalóval, amiben még parazsat kellett rakni, és hogy az hogyan működött, vagy a szappanfőzés dolgait, vagy éppen, hogy egy fazekasnak milyen funkciója volt egy faluban, milyen dolgokat kellett készítenie, amit minden házban megtalálható volt, mint például egy kuglóforma, amitnek mondjuk egy lakodalomban volt nagyon sok, tehát nagyon fontos szerepe, hiszen az egész faluból összehordták ezeket a kuglóformákat. És így nagyon sok mindent, nagyon sok mindent el lehet nekik mesélni, bemutatni, ami érdekessé teszi ezt az egész ilyen múzeumszobát. Vagy például ebben a helységben található az a régi láda, amiben régen ruhát, vagy például a pénzt is tárolták. Ez azért érdekes, mert ennek a mása található meg az Országos Német Nemzetiségi Tanösvénynek a negyedik állomásán, ahol egy okos ládát komponáltunk belőle. Azt tartják a magyarországi németekről, hogy szorgalmasak és takarékosak. A tanösvény említett állomásán egy bajai fazekas iparoslegény vándorkönyvét találjuk, valamint a festett faládát, ami remek példája a régi és új ötvözetének. A láda 6 magyarországi német kézműves mesterség eredeti eszközeit tartalmazza, de egyben napelemmel ellátott okos láda is. Itt például a népviseletekből néhány darab ki van állítva, ahol a gyerekek konkrétan megfoghatják, hogy milyen is egy kék festőanyag, vagy itt el tudom nekik magyarázni, meg tudom mutatni, hogy hogyan készítettek gyapjúból, illetve kenderből fonalat, ami aztán a ruhadaraboknak a fontos alapanyaga volt. De láthatunk egy régi bölcsőt is, vagy egy régi szekrényt, ami természetesen tele van ruhadarabokkal, amik a környező falvakból adományokként kerültek ide, és ezt a múzeumot gazdagítják. A szobában egy díszesen faragott házi oltárt is találunk, ami minden sváb család házának éke volt. Ezek a házi oltárok gyakran megtalálhatók voltak régen a házakban, és ezek, mint amilyen ez is, ez tulajdonképpen egy lomfűrész munka, ilyen vékony falemezből lomfűrésszel vágják ki. Nincs két egyforma, mindegyik egy picit más, és ezek a házi oltárok a tudomásom szerint karácsony előtt mindig kilettek rakva az asztalra két gyertyával, és az advent időszakban jártak házról házra, és imádkoztak, de ezt én gyerekkoromban még megéltem, de pontosan akkor úgy annyira
nem érdekelt, vagy csak tudtam, hogy most jönnek ide a szomszédból nénik is, itt imádkozni fognak, és akkor láttam ezt a házi oltárt mindig az asztalon állni két gyertya kíséretében. A gyerekek a tanösvényt járva és a múzeum szobába érve azt is megtanulják, hogy míg korábban több generáció élt egy fedél alatt, és a bölcsőtől a koporsóig sok mindent otthon együtt oldottak meg, addig a mai modern világban egyre több egykori funkciót állami intézmények vesznek át. Néha előfordul, igen, hogy látnak egy olyan tárgyat, és akkor így felkiált, hogy jé, hát ilyen nekünk is van otthon. És a nagymamámnál pont ilyent láttam, tehát előfordul ez, igen, de nyilván már nem annyira jellemző, hiszen hát nem mindenki lakik együtt a nagymamával, vagy nem biztos, hogyha oda kerül. Ezek a tárgyak már többnyire a padláson vannak, nem mindenhol becsülik meg ezeket a tárgyakat annyira, de igen, előfordul, és ez így lelkesíti is a gyerekeket, ha nálunk otthon is van egy olyan óra, vagy egy ilyen bölcső, vagy éppen egy ilyen varrógép. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja legfőbb feladata a német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának és nyelvének ápolása. Ezt hivatott szolgálni az intézmény területén található ulmi deregje hűmása, amivel a dél- és közép-német területekről, illetve a Rajna vidékéről a 18. században Magyarországra érkező telepesek előtt tisztelegnek, valamint a magyarországi németek országos tanösvénye is. Mindezek mellett a nemzetiségi múzeumszobában olyan tárgyi emlékek találhatók, melyek jól kiegészítik a népismeret órán tanultakat.